Paksi Eszter egy könyvvel érkezett a stúdióba. Sokan fölismerik a címlapon szereplő fiatalembert, ugye Carlo Acutis, akinek a szentté avatása még egészen friss, és ez a könyv viszont nem az ő szavait tartalmazza, hanem az édesanyjáét. Igen, ez egy nagyon érdekes könyv, legalábbis nekünk rögtön, mint kiadó, felkeltette az érdeklődésünket, amikor megláttuk, hogy ez megjelent. Tulajdonképpen az édesanyja egy újságíró segítségével, azért dupla szerzős a kötet, beszámol a fiával való életéről. Ugye a Carlo Acutis 1991-ben született, 2006-ban 16 évesen halt meg, és tehát egy rövid élet volt az övé, és ő egyedüli gyerek volt akkor, amikor ő élt, aztán később születtek egy ikerpár testvérei, de ugye tehát gyakorlatilag a szüleivel hármasban éltek, illetve a nagymama még egy nagyon fontos szereplő volt az életében, mint kiderül a könyvből. És hát aztán az ő élete úgy alakult, hogy tényleg egész nagy tisztelet kezdte övezni szinte rögtön a halála után, és egészen addig, hogy 2020-ban a Ferenc pápa boldoggá avatta. És hát gondolom, hogy a boldogávatási folyamat során is összegyűlt nagyon sok anyag, mert nagyon sok embertől idéz, tehát azért nem csak az édesanyjának a szavai, hanem ő mindenkit felidéz, akik írtak a fiáról, a plébános atya, aki ott náluk lakott, a tanárai, az iskolatársai, szóval egy nagyon teljes gyűjtemény arról, hogy hogyan emlékszik vissza a közvetlen környezete. Hát ugye az a különleges, vagy legalábbis számomra ez volt az egyik különlegesség, hogy ez egy nagyon, nagyon kortárs dolog, tehát az édesanyja az most is egy, mit tudom én, 50-60 közötti nő, tehát nem valami múltba vesző dologról van szó, hanem egészen mai élményekkel, mai környezetben játszódik minden. Átjön a könyv sorain az, hogy az a kettős értés, amit gondolom, hogy egy édesanya lelkében ott van, hogy egyrészt nagyon örül annak, hogy olyan fia van, aki igen, boldogán még csak a szentté avatás felé tart. A másik oldalon azért ott van a fájdalom, hogy most nincs velem a fiam. Hát akkor is, ha hiszünk a mennyországban és az örök életben, akkor is ez a fájdalom minden gyászolónak ott van a lelkében. Igen, tehát ez a könyv legalább annyira az édesanya története is, annak a szenvedésnek az átélése, a hittel való átélése. Az is különleges benne, hogy tulajdonképpen a szülei Carlónak a gyerekük által kerültek közelebb Istenhez, mert ők hát egy Olaszországban természetesen vallásos családban nevelkedtek akkor még, vagy legalábbis keresztény családban és valamennyi vallás gyakorlattal. Arról is ír, hogy gyerekkorában azért voltak élményei így az egyházzal, meg ilyesmi, de tulajdonképpen nagyon különleges, hogy nem nagyon megmagyarázható módon ez a Carlo már kicsi gyerekként nagyon vonzódott a szenthez, az istenihez, és nem nagyon volt, tehát hogy nem derül ki a könyvből, és nyilván azért nem, mert nem is volt semmi olyan nagyon külső hatás, ami ezt kiváltotta volna, és a szülei, főleg az anyukája, a saját fiának a kérdésére akar tudni válaszolni, és ezért kezdett jobban érdeklődni, ezért ment el, keresett meg egy papot, hogy őt kicsit okítsa, azt később még a teológiára is beiratkozott, tehát a saját lelki útja épp úgy kiderül ebből a könyvből, mint a fiáé, és hát persze ő nem tagadja, vagy hogy mondjam, szóval, hogy abszolút őszintén beszámol arról a nagy szenvedésről, ami akkor élt, amikor a betegség hirtelen kiderült, ez egy nagyon gyors lefolyású pár hónap, tehát gyakorlatilag 2 hónap alatt az egész történet lezajlott, a betegség és a halál, illetve hát ami azóta is, hogy mennyire hiányzik, hogy, tehát hogy nyilván, tehát hogy ez ember. Arra gondolok, hogy azért lehet, hát szerintem népszerű. Szóval tényleg, ahogy mondtad, hogy már a halála után milyen, most így mondanánk, a fiatalok így mondanak, rajongó tábora volt, hogy ő igenis az internetet is használta, tehát a fiatalok eszközeit is használta, nem csak ahhoz, hogy ő maga összegyűjtse maga számára szükséges információkat, uh-huh. és különösen is az oltári szentséggel kapcsolatban, hanem ő mások
magukat is hozzásegítsen, igen, hogy ott megtalálják azt. Én meg is néztem, meg lehet találni, igen, most is az interneten, hát ugye ez 2004-2005-ben csinálta ezeket az oldalakat, amik bemutatták például az eukarisztikus csodákat. Hát mai nap, mai szemmel nézve persze kicsit régi módiak, hiszen az internet világában ez a 20 év vagy 10 néhány év ez azért elég sok, de tényleg, tehát ő minden nagyon ügyes volt ezekkel a számítógépes dolgokkal, és az iskolájába is, a gimnáziumba ő csinálta egy honlapot, nem pont az iskola honlapját, hanem egy ilyen alapítványszerűét, ami az iskolában működött, annak a honlapját ő készítette el, tehát ő nagyon, nagyon érdeklődött ez iránt, és próbálta, tehát ami benne volt, ez a nagy missziós lelkület, hogy akkor mindenkinek át kell adni, és meggyőzni a többieket, hogy ez egy jó dolog, hogy járjunk templomba, hogy imádkozzunk, hogy legyünk Jézus barátja, tulajdonképpen ő ezt így fogalmazta meg talán legjobban. Szóval ő ezt így a honlapokon és az interneten keresztül is próbálta, de nagyon sok minden mást is csinált, szóval abszolút nem csak a számítógép mögött ült, mert leírja az anyukája, hogy az állatokhoz mennyire ragaszkodott, hogy hány kutyájuk volt, és akkor mindenféle ilyen aranyos sztorik is vannak benne, vagy hogy a szegényekkel mennyire törődött, tehát ott az ő környékükön élő hajléktalanokkal mennyire személyes kapcsolatban volt, hogy a temetésére olyanok jöttek el, hogy az anyukája csak nézett, hogy ezeket honnan ismerte az ő fia. Vagy nekem például nagyon tetszett egy ilyen kis sztori, hogy az iskolájukban, tehát hogy mennyire mindenkire odafigyelt, hogy az iskolájukban két bejárat volt, és a főbejáratnál ült a portás bácsi, és hogyha olyan napon, amikor valamiért a hátsó bejáraton ment be az iskolába, akkor napközben időt szakított, hogy elmenjen a főbejárathoz köszönni a portás bácsinak, mert ugye nem tudott reggel, amikor megérkezett. És szóval, hogy ilyen apró figyelmességekben is megnyilvánult az ő hite, nem csak abba, hogy ilyen szent dolgokkal foglalkozott, mint az eukarisztikus csodák. De talán Magyarországon éppen az eukarisztikus kongresszus miatt terelődött rá jobban a figyelem, vagy irányult rá a figyelem, hiszen ugye itt is kiállítások voltak az eukarisztikus csodákból, és azért nagyon jó forrás volt az, amit ő összeszedett. Igen, igen, igen. Hát szerintem úgy lassan kezdett elterjedni az ő ismerete, tisztelete Magyarországon is, mint ahogy az egész világon. Tehát nyilván a boldogálgatás ebben egy nagyon nagy esemény volt, és így, hogy úgy mondjam, már pecsétesen, hivatalosan lehet őt tisztelni, és tudhatjuk biztosan, hogy kérhetjük a segítségét. Igen, sokan. Hát, mert szimpatikus, hogy egy fiatal, és tényleg egyébként egy olyan megnyerő, a videókat is lehet találni az interneten róla, vagy az anyukájával való beszélgetéssel is, és tehát látszik, hogy ez egy nagyon kedves, ilyen szociális gyerek volt, aki nem, tehát nem volt egy ilyen furcsa alak, vagy egy ilyen szenteskedő valaki, hanem nagyon jól tudott barátkozni a mindenkivel. Megtörtént a boldogálvatás 2 évvel ezelőtt, most a szentéavatáshoz nyilván újabb csoda kell. Hát őszintén szóval most ebben nem vagyok képbe, hogy most ez hogy áll. Igen, tehát elvileg hivatalosan még egy csoda kell a szentéavatáshoz, és a szentéavatás az azt is jelenti, hogy nem csak a saját környezetében, tehát mondjuk az egyházmegyében példakép, hanem az egész egyetemes egyházban. Szerintem ezt a kritériumot már most nyilván, ha magyarul kiadtuk a könyvet róla, akkor már most is teljesíti. Gondolom, hogy el fog jönni a szentéavatás is. Egyszer egy barátnőm mesélte, hogy kislánykorában volt egy kis osztálytársa, aki olyan kis bölcs volt, és egészen gyorsan valahogy hasonló módon, mint a Kárló, meghalt. De olyan 10-12 éves korában. És azt mondta ez a barátnőm akkor, hogy ő úgy gondolja, hogy az Isten mindenkinek megengedi, hogy eljusson az élete teljességéig. Tehát van, akinek teljes élete tud lenni rövid földi szakaszon is. És itt a könyv hátoldalán éppen Kárlónak egy gondolatát írtátok ide a kötet végére, hogy mindig egy legyek Jézussal, ez az életprogramom. Micsoda érettség, bölcsesség, ugye? Hát szinte egyébként hihetetlen, mert nagyon sokat Kárlótól is idéz a mamája, amit talált a számítógépén, és hogy hát néha olyan teológiai eszmefuttatások, hogy az ember szinte hihetetlen kedve olvassa, hogy hát ezt most egy 15 éves fiú írta,
persze van, amikor ez már kicsit olyan, szóval ugye elképzeli az ember ezt a természetes kamaszos dolgot is, hogy olyan nagy dolgokra vágyik az ember, tehát nyilván, de azt mondom, hogy éretlen, de szóval, hogy azért érződni rajta, hogy ezt egy tizenéves gyerek írta, de nagyon szép, tehát hogy biztos, hogy neki egy nagyon-nagyon mély lelki élete volt, ami szokatlan ebben a korban, és hát tényleg úgy érzi az ember, hogy teljes volt az élete. Hát mondjuk nyilván, ha életben marad, és egy szuper pap lett volna belőle, mint amit szeretett volna, az is nagyon jó lett volna, de hát a Jóisten így tervezte neki, igen. Az Újváros kiadó gondozásában jelent meg. Kiknek ajánlod ezt a kötetet? Hát tulajdonképpen, hogy mondjam, szűk értelembe véve, nyilván a fiataloknak ajánlom, akik hajlandók még olvasni egy ilyen hosszabb könyvet, mert egy fiatalról szól, és az anyukáknak is ajánlom, mert egy édesanyáról szól, de egyébként mindenkinek, aki szívesen olvas, mert lelkileg, hogy mondjam, épít. Tehát én nekem is volt olyan, hogy nagyon benne voltam a munkába, és kicsit sietni is kellett, mert picit sietve készítettük ezt a könyvet, mert én fordítottam, és akkor gondoltam, hogy nem megyek el misére, mert próbálok néha hétköznap is. Aztán gondoltam, hogy hát ezt nem lehet, hogy ilyen könyvet fordítok, és nem megyek el misére, és akkor elmentem. Tehát, hogy az embert úgy belülről is megmozgatja, és nem csak úgy kívülről nézi, hogy hát volt egy ilyen fiú, és hogy de szép, hanem tényleg ad olyan tartalmat, ami az embert megújítja ugye az Istennel való kapcsolatában. Katolikus könyvesboltokban megtalálható? Katolikus könyvesboltokban, a mi honlapunkon az most már újvároskönyvek.hu címen is elérhető, ez könnyen talán megegyezhető, onnan is meg lehet rendelni, úgyhogy szeretettel ajánlom mindenkinek. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és majd egy következő kötetetekkel, amit az Újváros kiadó kiad, gyere vissza hozzánk. Bármikor szívesen.